Rayman a 2011-es visszatérése óta, Rayman Origins óta megjelent konzolokon és megjelent mobiljátékokon is. Ahogy láthattátok a csatornán, Rayman Origins volt az első visszatérése, aztán jött a Rayman Jungle Run, jött aztán Rayman Fiesta Run is. Ezek a Rayman Origins-re alapuló pályákon készült mobiljátékok voltak, ezeket is pótoltam, aztán jött a Rayman Legends, ez egy fő játék volt konzolokra, Wii U-ra érkezett először, de aztán eljött a többi platformra is, és utána jött a Rayman Adventures, ez pedig arra épült, már jobb irányítással rendelkezett mobilokon is, és utána volt még egy mobilos játék, csak az iPhone-okra, illetve Apple eszközökre exkluzívan, az Apple Arcade-en belül volt elérhető, ez a Rayman Mini. Erre még nem volt lehetőségem, hogy csak erre a játékra akkor én játszak és előfizessek, viszont most, hogy itt van a Dream Team, ezért én akkor tudok játszani a Rayman Minivel. Csekkoljuk le, mi a helyzet, már is a kihívások vannak, pedig még végig se játszok, sőt, bele se kezdtem még ebbe a játékba, nézzük, van a kalandmód, a kívás mód, a zene mód és Mr. Dark is itt van, illetve itt a kamerám kitakarja, de itt van az a kis skines hely, ott vannak a skinek. Jó, akkor csekkoljuk le, milyen beállítások vannak, hogy lehet zenék, és akkor újra lehet kezdeni, oké, semmi extra nincs itt. Azt mondom, hogy akkor menjünk szépen sorba. Először a kalandot nézzük meg, hogy milyen a játék. Ez itt teljesen olyan, mint a Rayman Adventures, az olyan volt, és az nagyon jó kis játék volt, viszont itt már látszik, hogy azért 42 és 6 összegyűjtés van itt, és akkor majd pályáról pályára megyünk, bosszok legyőzése és partizások. Várja már, az előbb nem erről volt szó. Tehát akkor azok úgy, mert ez meg lehet nézni, hogy hány darab világról van itt szó. Tehát 5 világ van, illetve van az utolsó, szerintem az a 6. világ, az valami 5 hibátlanul teljesítése. És akkor egy világon belül pedig úgy látom van 8 pálya, illetve van itt egy B, mint gondolom egy boss, a boss van a... Oké, akkor 9 pálya, csekkoljuk le, akkor nézzük meg ezt a helyet. Úgy, ahogy mondtátok a Sonic Dream Team-re, mondtátok, hogy próbáljam kontrollerrel, ez a kontrollert fogom használni, és akkor úgy megyünk, először is a startra. Most ez megy magától, tehát eddig ez olyan, mint a Jungle Run Fiesta Run, tehát ez az alapjátékok. Megfordulni nem lehet, úgy tűnik, mert ez így szalad magától, az ugrás az rendben van, és még nincsen az a helikopter hajazás, és az olyan ugrás, viszont a falról ugrás az szerepel, itt maradok lent, mert itt gondolom azt összeszedjük, jó, az felugró, a lumokat akkor lehet feltételezem ugyanúgy gyűjtögetni, és akkor az is cél lesz, hogy egy pályán 100 lum esetleg, vagy több, várjunk itt most vissza-vissza, és akkor kezdjük előre, jó, akkor itt ilyen lesz, hogy az így megy teljesen magától, és csak egy nyomógombot kell nekünk akkor így benyomni, és a lumok pedig 80 volt, aha, ez az lesz, hogy 100 lumot kell összeszedni, és szalad magától, és a glide-ot meg is kaptuk a második pályán, így az, vagy mint az egyes világ kettes pályáján, úgy vannak számozva szépen, mint ahogy vannak a Mario-s pályák is, vagyis hát ők kezdte el szerintem úgy, hogy World 1, meg 1-2, így volt sorba. De itt akkor így meg tud állni, na legalább ott akkor egy kis állás, akkor ott lesz, nem szalad tovább. De akkor ez így, hát nem is tudom, a Rayman Adventures, vagy ez volt-e hamarabb, de azt azért tudom, hogy mikor és hogy jelentek meg, hogy milyen platformokra, de abban nem voltam biztos, hogy akkor az Adventures az mikor jelent meg. Azt tudom, hogy az Adventures az viszont megjelent már az Androidra is, tehát ott azért szerintem többeket elért. Én úgy gondolom, hogy Androidon azért többen vannak, mint az iPhone-on. Hát ez is gondolom egy ilyen exkluzivitás miatt jelent meg ez a játék így a... Oké, lefelé. Így az Apple Arcade-re, csak hát annyi az érdekes, hogy például a Rayman Legends is először úgy exkluzív volt, és mégis eljött. Lehet egy nagyobb konzolost megpróbáltak így elhozni, illetve azért az még az elején volt, tehát ott még éppen, hogy csak visszatért
visszatérteimen, és akkor még lehet, hogy bizakodóbbak voltak mostanában is visszatért Rayman, tehát volt a Rayman, valami Rabbids játék, még az, ja, a Mario Rabbids Party, vagy tudom én már mi volt a neve annak, tehát a Mario Sparks of Hope, vagy valami, valamilyen ilyen körökre osztott stratégiai játék, ahol volt egy DLC, ahol Rayman is szerepelt, illetve volt valami sorozat, amit mondtatok, hogy ott is szerepelt Rayman, de mondjuk az elég fura sorozat, amennyi előzetes, mert egy kis klippet láttam belőle, az kicsit volt, de a lényeg nem az, hanem az, hogy Rayman kezd kicsit felfelé kapizsgálózni, plusz, amit én figyeltem az a rajongói oldalon, tehát nem a hivatalos megjelenés az Raymannek, de valami bejelentés lesz elvileg, talán a Rayman 2 HD-s rajongói változat, Rayman Alive december 16-án, ezt én nagyon figyelemmel kísérem, mert hátha lesz valami. Talán úgy a 2-es az talán az a legjobb Rayman, de a 3-as is elég jó, illetve az első is nagyon jó egyedi. Én várom Raymant, hogy visszatérjen az eredeti hivatalos formájában. Felőlem jöhet a Legends is, de én úgy érzem, hogy ezt a Legends vonulatot, klasszikus képdést talán nem fogják folytatni. Tehát akkor, hogyha olyan sikeres lett volna, akkor folytatták volna, és hát folytatták is, ahogy tudták, tehát csinálták a Jungle Run, csinálták Fiesta Run, Adventure, csinálták ezt a minit is, aztán azt mondták, hogy jó, ez akkor ennyi volt, viszont azt sajnálom, hogy ennél olyan Ubisoftnál nem nagyon látok mozgásokat és jelzéseket, hogy hogyan fog akkor Rayman visszatérni, vagy mi lesz a sorsa, mert ugye az a Spyro, aztán a Crash, hát ugye az az Activision-nél volt, de már megvásárolt az Xbox, tehát ott van valami pesgés, hogy valami lehet, tudod, lehet valami. De nincsen úgy hivatalosan, hogy akkor most lesz is, vagy nem lesz, csak hogy tudod, valami lehet. De hivatalosan is majd figyeljük akkor a híreket, és akkor mehetünk is tovább. Első világ, bum, hát ez gyors volt. Ez gyors volt, hogyha így fogunk haladni, ez egy szuper kis videóba összefoglaljuk, akkor így egybe lenyomjuk a teljes játékot. És akkor utána, meg talán a maxolás, ha kíváncsiak vagytok rá, mert nemhogy magyarul, de szerintem külföldi angolul, vagy kommentár nélkül se nagyon sok Rayman mini tartalom van, talán úgy fel van töltve, vagy 4-5 csatorna feltöltötte a 100%-os végigjátszását, és akkor úgy annyi, tehát nincs sok belőle. De meg is tudom úgy nagyjából érteni, hiszen azért ez úgy nem sok mindent tartalmaz, ahogy láttam, de lehet még rá kell nézem a challenge-ekre és a Mr. Darkra, mert az arról én nem tudok, hogy arról is lettek volna videók, vagy úgy valami hírek. Szerintem az úgy a megjelenése után későbbiekben szerepelhetett, lehet, hogy akkor jött hozzá frissítésként, mert azt tudom, a Rayman, a Jungle Run és a Fiesta Run az nem túl sok, szerintem azok nem is kaptak, tehát ahogy megjelentek, úgy annyi volt a játék, viszont a Rayman Adventures az sok frissítést, én ezt kimerem mondani, hogy az sok frissítést kapott, mert ahogy jöttek azok a kis barátok, azok a kis lények, azok mindig jöttek ilyen különböző ünnepekkor, jöttek ilyen Halloween-es félelmetesebbek, jöttek ilyen karácsonyi, tehát különböző ilyen kis figurák azok jöttek mindenképp, úgyhogy én arra azt mondom, hogy az Adventures az kapott sok frissítést, én arra ezt a számot, vagy hát ezt a szóval jeleznék. Első kiütés volt, emlékszem a Rayman Jungle Run-ba volt egy olyan achievement, hogy kiütés nélkül nyomjuk végig az egész játékot, hogy valami ilyesmi volt, azt hiszem volt valami ilyesmi, hát az nem egyszerű, az achievement, hát igen. Jó, szépen felugrunk, és akkor mehetünk szerintem, ott is van egy szuró! Jó, sikerült ott végig szaladni. Oké, hát nekem úgy a mobilosok közül, és eddig szerintem azt lehet mondani, az Adventures tetszett a legjobban, mert attól volt olyan újrajátszási lehetőség, mert a többi mobilos játéknál azok úgy voltak, hogy úgy egy ilyen kompakt, egyszerű játékok, és ha végignyomtad, megszerezted mindent, akkor kész vagy vele.
ez nem mondom, hogy ez rossz, vagy valami rossz lenne, hogyha ilyen egyszerű kis játékok, csak a kihívás szint azért az másabb, hogy így megy magától, és akkor nekünk annyit kell nyomni, igazából így egy ujjal lehetne, hogy most a ütést nyomom, vagy az ugrást nyomom, és melyiket tartom rajta. Tehát igazából, hogyha már valami ilyen játékról van szó, és az Adventure-nél meg sikerült és meg is oldották, akkor úgy forgalózni lehetett, és akkor úgy felismerni a pályákat, legyőzni őket, végig szaladni, tehát ott úgy azért úgy változatosabb, úgy meg érdekesebb, hogyha tudunk legalább irányt változtatni, az úgy jó volt. De még nem mondjuk ki a végső jelzést, mert hát én úgy szoktam, meg úgy szeretem, hogy azért végigjátsszuk, megpróbálkozunk a maxolással, tehát az nem igaz, hogy én minden játékot maxolok, de az azért igaz, hogy törekszem rá, illetve hogy úgy megpróbálkozom, hogy úgy nyomom és játszok vele. Hát úgy lehet szerintem egy teljes véleményt formálni róla, tehát hogy most a sorba akarnám rendezni, hogy melyik jó, vagy hogy egyáltalán milyen a játék, szerintem úgy lehet akkor teljes mértékben akkor belátni és megismerni őket, véleményt formálni. Jó, lehet akkor igazából rövid, első élményes vélemény, csak úgy akkor hozzá kell tenni, hogy jó, egy órát játszottam vele, vagy hogy 100%-ig végig játszottam, akkor ez a véleményem, vagy esetleg, hogy többet is, tehát hogy 100 órám van valamibe, és akkor úgy mondom ki a véleményt, pedig lehet, hogy mondjuk 20 óra alatt végig lehet játszani, tehát ez egy olyan dolog, hogy azokat a tapasztalatokat úgy meg kell ismerni, mert például vannak ilyen újságok, ilyen online újságok, hogy leírják, hogy akkor most milyen az a játék, hány pontot kap, de szerintem az is fontos ennél, hogy ki írja, hogy milyen tapasztalattal, tehát például mondjuk, ha erre a játékra valaki azt mondja, fú, király, Rayman, minden jó, és akkor még nem is próbálta ki mondjuk a Rayman Adventures-t, akkor az most akkor nem olyan véleményt tud alkotni, aki mondjuk az előző Raymanekre mondjuk tud mondani valamit. Tehát szerintem így jó ezt látni, és ezért követek inkább ilyen YouTube csatornákat, meg véleményeket, hogy ők róluk látom a portfóliót, tudod, vissza tudom nézni, hogy miket játszottak, mik a véleményeik több dologról, és akkor látom, hogy ja, ő szereti ezeket, mondjuk a verekedős játékokat, a Street Fighterek, Mortal Kombatok, Tekkeneket ismeri, és akkor úgy tud az új ilyen verekedős játékról véleményt mondani. Na mondom, ez ennek a véleményére adok, vagy figyelek. Ezért van, hogy én is azt mondom, hogy jó, én akkor platformer játékokat játszok, próbálom az új megjelenéseket, próbálom a régi megjelenéseket összegyűjteni, kipróbálni, játszani, legalább, hogy végignyomjam, vagy esetleg próbálkozzak velük, vagy akár videó formájával csekkoljak le belőlük, hogyha esetleg nincs rá lehetőségem, hogy játszak velük. Mert van ilyen is, például, hogyha példát akarsz hallani, a Free Rider, Sonic Free Rider, nem tudom játszani Xbox Kinecten, mert hát egyrészt nincs meg a Free Rider, másrészt Kinectem sincs, hát az Xbox 360 az van, de úgy Kinect az úgy nincsen, úgyhogy ezért oda még nem tudok, de figyelem, tehát most ez azért jutott eszembe, mert figyelem, hogy elvileg abból lesz majd valamilyen port, hogy elhozzák, de ez a Sonic rajongóknak a nem tudom milyen dedikáltsága, mert a Sonic rajongók, amilyen játékokat létrehoznak, azt nem tudom hova tenni, tehát hogy úgy elhoznak rajongói játékokat, hogy az a saját igazi fejlesztők is megirigyelhetnék, sőt szerintem irigyelik is, mert azért volt, hogy rajongói játék fejlesztőket hoztak főjáték fejlesztőire, ez a Sonic Mania esete, plusz töretlenek, tehát ez a fura benne, hogy hozzák újra meg újra a Sonic POCX, azt is elhozták a 2006-os Sonicnak a feljavított újvázat, boom, elhozták. Tehát ilyen rajongói tábor nincsen, ezt sajnálom, hogy csak a Sonicnál látom ezt, mert a Nintendo-nál Mario meg a Zelda ezt nem engedi, tehát ő letiltja az összes ilyen modot, meg akár videókat is, nem tudom, ezt szoktátok mondani, vagy hogy olvastam már, hogy lehet platformer csatorna, de nincs is Mario, de én nem akarom ezt így kockára tenni, hogy most lehet, hogy engedik, lehet, nem engedik, de nem lehet, én nem bízom úgy a Nintendo-ba, hogy most akkor nyugodtan tudnék akkor
tartalmakat készíteni. Én nem bízom benne, de lehetséges, hogy csak én vagyok ilyen, és ezt elfogadom, ezt a kritikát, hogy nincsen Mario. Nem mondom, és nem is mondtam, hogy sose lesz, de én most úgy vagyok vele, hogy van még mit, mert akik még mondták korábban, mondták Ratchet & Clank, az is jöhet a Jak and Dexter, Sly Cooper, Yooka-Laylee, Banjo-Kazooie, Donkey Kong Country, na az is olyan Nintendo-s, de az is egy elvileg a legtöbb gyűjteni valós ilyen platformeres játék. Azra nagyon fenem a fogalma, hogy gondolkozok rajta, hogy belekezdjek, nem? Hogy mennyi mindent kell gyűjteni, farmolni. Tehát igazából szerintem azt meg tudnám csinálni, tehát hogy én már farmoltam csomó játékban, én nem hátrálok meg így. Szerintem már bizonyítottam nem egy végigjátszásnál, ami nagyon kemény, hogy azt teljesítettem. Habár még nem vagyok teljesen hivatalosan belefűzve ebbe, pedig szerintem a Crash Team Racing fejlesztői idők a legnehezebbek, amit én valaha tapasztaltam, és szerintem semmi sem olyan nehéz, mint azok, amit így ismereteimben vannak, de a Cupheadet még nem S-rankoltam, meg a Cupheadet még a DLC-ket nem játszottam végig, úgyhogy még nem vagyok ott, úgy tűnik, a top játékosok között, pedig szerintem én, ahogy nézem és gondolkozom, meg látok mondjuk Dark Souls játékokat, vagy bármilyen ilyen játékokat, szerintem a Crash Team Racing-es fejlesztői idők azok a legnehezebbek, amiket én úgy tapasztaltam, hogy azok ilyen, hoppá, ez így nem jó, tehát akkor ezt hagyjuk meg, és ugorjunk fel. Jó, akkor itt már oda kell figyelni, milyen platformot hagysz meg, mit nem hagysz meg, ez már ilyen odafigyelős, mert nem tudom, arra figyeltél-e, de átmentünk a mocsárba a következő világ, tehát mi, ahogy itt így ezt toljuk, az komoly. Jó, akkor ott is felugrottunk. Ott lent kellett volna menni, mert ott még volt gyűjteni, itt lefelé támadó. Itt szépen keresztül, és azt szerintem az lesz így a... itt volt még, akkor csak 5 hiányzik. 5 hiányzik, nem olyan mondom. Lényeg, hogy haladunk végig felé, ez már a harmadik világ vége, vagy igen, ez a harmadik világ vége. Jön és nyomjuk, jön a negyedik, vagy vele? Még világ? Ja, igen, a negyedik világ jön. Okay, szépen haladunk, aztán végig nyomjuk ezt, pikpak ezt a játékot, jó van. Amit viszont úgy nem gondolom, hogy nagyon be fogok fejezni, vagy meg is próbálni, pedig játszottam már, meg láttam is róla, az a Super Meat Boy, az egy nagyon kegyetlen játéknak tűnik, meg azt platinázni, arról láttam mondjuk videót, hogy hogyan sikerült valakinek platinázni, arra azt mondtam, hogy hű, hát köszönöm, abban nincs kedvem úgy belekezni a Cuphead DLC-k, sima végigjátszás, az még szerintem úgy meg lesz. Még úgy az rendben van. Az S-rankok, hát úgy tudom, Chalice az egy olyan karakter, aminél van dupla ugrás, vagy valami könnyítés van, tehát én azt úgy érzem, hogy az azzal a karakterre, hát nem tudom, csalásnak nevezhető-e, hogy visszatérek a korábbi pályákra azzal a karakterrel, és akkor úgy S-rangolom. De igazából megpróbáltam, és úgy nagyjából tudom, hogy milyen úgy S-rankolni, meg a P-rankot, tehát az ilyen főbb rankokat úgy megismertem, és akkor úgy játszottam úgy vele a játékkal, de úgy még nem végeztem ki teljesen. De valahogy én is úgy érzem még továbbra is, hogy a Crash Team Racing-es fejlesztői idők szerintem nehezebbek, mert ott hogyha hibázunk egyet, akár a második percnél, akkor ott már utána nincsen visszaút, tehát ott nincs. Viszont ugye a Cupheadnél tudod, hibázol egyet, még van életed, még azt végig lehet. Az S-ranknál úgy tudom, ott nincs hibázási lehetőség, de a mozgásban ott azért nyitottabb az egész játék, hogy lehet úgy ugrani, jobbra-balra mozogni. Viszont a Crash Team Racingnél, ha nem úgy veszed az ívet, akkor meg ő jobb íven megy a fejlesztő és kész. Tehát akkor be is lehet fejezni. Kész. Ha nem nyomod a boostokat mindig, tudod, az L1 és R1-je, egy boost kimarad, kész. Lehet, hogy a boost kimaradás miatt neked ott az elúszott az egész meneted a második perc 30. másodpercénél. De a Cuphead is valamilyen 3 perces bosszok vannak, ha jól időzíted, szerintem valami 3 vagy 5 perc alatt le lehet győzni, tehát én azt mondom, hogy figyeljek jobban a játék. Tehát itt lefelé, és onnan vissza föl, okay, tetszik. Most már azért jobb figyelést igényel, és most már ez a pálya kialakításban tényleg olyan, hogy pont arra mennék, kivéve ott mondjuk,
pont arra mennék, ahogy fut, csak az elején tudod úgy nagyon el van engedve, hogy jó, akkor most arra megy, de nem arra mennék, visszafordulnék, kicsit felfedezném, de minél nehezebb, vagy minél később vagyunk a pályákon és a világokon, annál érződik jobban, hogy egyre nehezebb, és egyre több inputot kell bevinni, tehát hogy nem csak az van, hogy vársz egy kicsit, jó van lefelé, hanem akkor figyelni kell, hogy merre mész, tehát vannak benne ilyen csapdák, vannak ilyen kis kitérők, tehát amikor már ilyen bonyolultabb, akkor már tetszik. Az eleje az egy hát hosszú bevezetés volt az elején, talán az első két világ, ami olyan gyengébb volt, de utána most már azért úgy felkaptam és az érdeklődésemet azért jobban fenntartja, meg a figyelmem. Inkább azt mondom, hogy inkább a figyelmemet jobban fenntartja, hogy milyen, tehát ott, amikor voltak azok a virágok, és az, hogyha kiütöttem, akkor csapdába kerültem. Na, annál már jobban oda kell figyelni, hogy most kiütöm, nem ütöm, vagy itt is hol ugrok, nem ugrok, tehát hogy jobban fel vannak építve a pályák arra, hogy ne csak így szaladjon és ugrok, és ilyen, tehát hogy a bevezetés, csak hát ez meg megint lehet az én hibám, mármint úgy érte hibám, hogy nekem azért tapasztalatom van az, én azt mondom, hogy az összes modern Rayman mobilos játékkal. Azért emeltem ki így, hogy modern, ami a Rayman Origins óta, tehát a videónak az introjába is így próbáltam ezt így akkor összeszedni. Mert szerintem korábban is azért jöttek ilyen kisebb-nagyobb mobilos Rayman játékok, azokról úgy nem ismerek. Sőt, igazából még Game Boy Advance-ra is, talán DS-re is jöttek. Ja, tényleg a Rayman Raving Rabbids-nél tudom, hogy a Game Boy Advance verzió az tényleg olyan lett volna, mint a Rayman 4, vagy hogy az a... emlékeztek, hogy csináltam azt a videót, Spyro Guy-nak volt a Rayman 4-es ilyen kivágott tartalom, vagy az adatok halászásából kiszivárgott dolgok, hogy milyen lett volna a Raving Rabbids eredetileg. És akkor arra reagáltam, az egy érdekes dolog, és elvileg a Game Boy Advance az még azt tartalmazta, vagy arra épült, valami ilyesmi volt a Game Boy Advance-a. Lehet arra talán Game Boy Advance-os Rayman játékok, lehet akkor azzal kellene még egy kicsit foglalkozni. Hát igen, nem tudtam én se, hogy milyen lesz ez a Rayman Mini, arra gondoltam, hogy egy sztori végigjátszás, meg hogy lesz egy olyan maxolás, de ahogy úgy a főmenüben csekkoltuk a helyzetet, lehet, hogy ez több, mint... talán több, mint három videó, talán? Tehát lehet, hogy lesz ez egy videó, akkor a mostani, ami az alap végigjátszás, megismerkedés, az oktató, hoppá. De szerintem akkor lesz úgy, hogy az az első, aztán lesz egy második, amikor a maxolt befejezés, vagy hogy a maxolásról egy videó, hogy mi maradt esetleg ki, vagy mi az, ami még úgy feloldódik. Nem tudom, az utolsó bossig el lehet-e jutni, majd csak így, vagy pedig kell hozzá minden. És akkor mondjuk, ha közben fel is oldom a skineket, akkor lehet, hogy az is úgy egybe lesz foglalva. Illetve akkor úgy láttam, a főmenüben vannak kihívások, akkor esetleg a kihívásokról egy videó, nem tudom mennyi van, vagy hogy van felépítve. Lehet csak 5 kihívás, aztán az úgy, hát mondjuk azt is, hogyha elég nehezek, az bele lehet foglalni, mert nagyon imádtátok, ja, ahogy emlékszem, az összes ilyen Cuphead-es videó, nagy kihívás van benne, az tetszik. Szenvedek a Crash Team Racing-gel, az is nagyon tetszik mindenkinek, mert jó, de jó, szenved valaki. Amúgy tényleg a videókban, hogyha valaki szenved nehéz, azt szeretik a horror játékokat is, hogy jó van, akkor megijednek ilyen dolgok. Na szóval akkor talán ez így a harmadik, és akkor a negyedik videó, meg akkor a Mr. Darkos felület, vagy a Mr. Darkos valami, vagy a Music Mode talán, nem tudom az mennyire összetett és gazdag, hogyha azok olyan zenés pályák, akkor az tuti, hogy végig tázom a fejem és végig így dallamozok. Hogyha olyan lesz, mint a Legends-ben, mert az nekem az nagyon, nagyon tetszett szerintem, de szerintem úgy kellene, az lenne az igazi, az lenne a legjobb ebbe az egészbe, hogyha Crash 4, Spyro 4 és Rayman 4. Hát azt mondta Murphy, see you in Rayman 4. Jó, hogyha nincs is Rayman 4, de legalább próbálkoznának meg egy remake-kel. Most nagyon sokak és jó sikereket érnek el, hogy újra elkészítik a játékokat. Ezt mondom a Ubisoftnak is. Dobják ki akkor a Rayman
egyet, azt megcsinálták a rajongók, a Rayman Revolution, nem játszottam vele, de csak jót láttam róla. Aztán a Rayman 2-t elvileg most már készítgetik, nem tudom, hogy az a bejelentés december 16-án hogy lesz és milyen lesz. De akkor a Rayman 3-at, vagy valami, vagy a trilógiát kidobni, az is nagyon jó lenne, ha kidobnák, én örülnék neki. Remélem, hogy ezzel a Mario-s Rayman crossoverrel ezt próbálták lecsekkolni, hogy akkor a Mario mellett a Rayman, akkor mennyire lesz úgy nagy hype-ja és nagy ismerettsége akkor onnan. Én reménykedem benne, hogy sikert értek el, csak hát én nem vagyok benne a Switch-es közösségben, nem vagyok úgy benne, hogy most tudjak erről. Jó. Uf. Ez a legnehezebb pálya szerintem. Szerintem ez a legnehezebb, vagy eddig. Ez hanyas volt a 5-ös világ. Hát ha még maradunk, akkor most jön az 5-5-ös polgár. Polgár, akkor itt zuhanózni kell? Az is jó kihívás. Jó, kezdődik. Az is jó kihívás volt ugye a Legendsnél, hogy lehetett úgy zuhanni lefelé, és úgy le kellett jutni, az is jó volt. Tényleg azt is a modderek hozták létre vissza, mert most már a szerverek nem online, Ubisoft Play, vagy Ubisoft, vagy valami, nem tudom mi volt annak a hivatalos neve, de mégis valahogy találtam egy ilyen patchet, egy ilyen javítást, ami a PC-s verzióba úgy visszahozta valahogy ott a főmenübe azokat a challenge-eket, ki lehet még próbálni, úgyhogy azért mindenütt vannak rajongók. Jó. Szépen. Kiütés, átföl. Pattoló. Csak lassan. Itt viszont fent maradnék talán. És ott a vége. Hú, na ez volt az öt pálya. Akkor elvileg kész vagyunk ezzel a világgal is, hogyha beadja az öcsi... Vagy várja? Nem adja be? 5-6? Nem 5 pályát? Na jó, van, igaz, 5-6-ost megcsinálom, és utána lecsekkoljuk, hogy mi a helyzet. Csak itt úgy tűnik egy vízszintes irányba a szellővel kell végig rajta maradni. Aztán itt van a kis szúnyog, de jó kis mosolygó, figyeld ezt a kis mosolygó fejét. Jól van, szevazni újságban. Végig, uff! Ja, ott végig le, hopp, egy ugrás, hoppá, az ugrásot majdnem kiszúrt velem, de ne tegye ezt meg, végig megyünk le, visszafelugrok, tovább jutok, jó, most már azért le, kapaszkodó, fordulj, hogy vele, de ott, jaj, ott még elfújhat, ha bekapcsolom a repülést, akár ugrok és pörg, vagy vele, hogy van ez, visszaakad. Ugrok, és utána engedem a pörgetés. Ugrok, ja, tolatva vagy, vagy mi ez a matukád, vagy itt most már leengedhet. Itt mindent össze gyűjteni. Nézd meg, mit csinál ez a játék velem. Itt így jutok el végig. Hú, na jó, itt már azért voltak keménységek. Okay, akkor azt mondom erre, hogy vissza a térképre. Hagyd nézzem már meg akkor, hogy állunk, mi a helyzet. Azt mondja az 5-7-es, és aztán van az 5-8 meg az 5 boss. Nézzük meg a ruhákat akkor. Ruháknál mi fel tudjuk oldani 1-ér, 4-ér, 6-ér, ilyen tokeneket lehet szerezni, és azzal tudjuk. Ez itt a klasszikus Rayman, de nézd meg mennyi felszerelés! Mennyi ruha, mennyi kosztüm van itt? Több, mint a Rayman Adventures-be. Pedig ott is azért farmoltam, de Barbarának is. Úgy tűnik Barbara, Globax, Twinsy, nézd meg mennyi! Nagyon sok. Globax, hadd nézzem. Ott is, ha bár mondjuk szerintem az a 42 Twinsy, vagy ahol a 42 Lum, vagy hogy is hívják azokat a rózsaszín arcokat, azokat ha megszerezzük, akkor az a teljesítése a játéknak. Viszont ezek a 30 kosztüm token, szerintem az is, ahogy hozzuk, de itt a legutolsónál nem volt semmi jelölés. Ez lesz az arany mi. Ó, az volt az egyik olyan videóm, ami, vagy nem, talán az egyetlen, hogy kitűztem egy like célt, a 100 like-ot, és összejött, de vagy egy év múlva, és akkor megcsináltam a videót, hogy úgy meg volt minden. Na, hadd nézem már a fő menüben mi a helyzet azokkal a challenge móddal. És hogy ti mit szóltok rá, hogy akkor van itt még egy világ, az öt kop... Szerintem az öt boss legyőzése,
hogy van itt öt világ, kosztümöket lehet szerezni még, akkor ilyen skineket a pályák teljesítése után, és akkor vannak challenge-ek, nézzük a kívás módot, üdvözöllek itt a challenge-ek, minden héten két kívás közül lehet választani. A challenge-ek azok végtelen pályák, ahol lumokat kell gyűjteni, és olyan messze szaladni, ameddig csak bírod. A legjobb pontszámod majd össze lesz hasonlítva, és akkor lehet akkor trófeákat szerezni. Jó, minél jobb vagy, annál több drága követ szerzel, és akkor swag coint kapsz. Oké, okay, akkor ez heti szinten easy, medium, és tényleg 5 nap, 10, fúha, akkor ezzel van benne, hogy havi előfizetés, tudod, a... szerintem szeretem. 5 csillag? Azért nem 5 csillag, azért ne köszönöm, azért... most nem adom a véleményemet. 5 csillag? Hát talán 4... De várjál, hát még nem is próbáltam végig, hadd nézem már végig. Mindegyik zenés pályának 4 nehézségi szintje van. Tényleg van akkor! És tényleg van regular, ez a Tropical Punch. Jó, nézzük, mi hány pálya van még? 1, 2, azt mondja ez a Swamp of Flamenco, 3, Life of Me, 4, Blackbirdy, Hey Birdy, Tiddy, Bedy, azt nem, ez most rosszul utána, aztán 5 darab pálya van, 5 darab zene van. Blackbirdy a Rayman Legendsből az volt az első, a kastélyos pálya. Akkor külön egy videó Challenge-re, külön videó Music-ra, Mr. Dive-re is egy külön videó. Mi volt ez az álmosa? Nem vagy kész, hogy beszélj velem? Gyere vissza, amint megnyertél 5 koponyát az Adventure módon belül. Mr. Dark itt van! Itt így el van takarva úgy, mint a Rayman 1-nél, itt így fogta és akkor maga elé tette a köpenyt. Még meg se lehet néznem Mr. Darkot. Jó, akkor...